Ismét Frank-Walter Steinmeiert választották meg Németország szövetségi elnökének. A 2017-ben hivatalba lépett államfő 73,3%-os támogatottsággal kezdi meg második ciklusát. Beszédében az ukrajnai helyzetre is kitért. Egy potenciális katonai konfliktus, egy kelet-európai háború közepén vagyunk, és ezért Oroszország felelős, mondta. Olaf Scholz német kancellár hangsúlyozta, hogy Steinmeier elnökségére a jövőben is nagy szükség lesz. Steinmeier a múltban megmutatta, hogy képes erre, közvetlenül beszélgetni a polgárokkal, biztosítani a kohéziót társadalmunkban és egyben eligazítást is nyújtani. Márpedig most nagy szükség van az iránymutatásra a járvány és az európai biztonsággal kapcsolatos kihívások miatt is, fogalmazott. Az államfőt, aki reprezentatív feladatokat lát el, a szövetségi közgyűlés választja meg, amely a szövetségi parlament tagjaiból és a tartományi parlamentek küldötteiből áll. A tartományok számos hírességet delegáltak, köztük Angela Merkel volt kancellárt és Hansi Flicket, a férfi felnőtt labdarúgó válogatott szövetségi kapitányát. So, jetzt halten wir die, glaube ich, nochmal aufgeklappt in die Kamera.